Na, hali mindenkinek! Folytatjuk tovább a borkészítős videót. Ilyen egyszerű módon, nem túl komplikálva, mint látjuk a zajos forrás véget ért. Egész pontosan 2 hete vasárnap raktam oda, és látszódik, hogy a törkölykalap lemerült, már nincs széndioxid termelődés, úgyhogy meg lehet kezdeni a préselést. Ezután elmosunk mindent patikára, kislagoljuk, és ami még ilyen kényesebb, azt hamuval tudjuk elmosni a dézsákat. Na most, aki ilyen hordóba dolgozik, mert mondjuk nem akar 7-8 ezer forintot adni egy ilyen üvegballonért, mint én se, majd lehet jövőre befektetek, most egyenlőre nem. Ugye látszik, ez is még benne maradt a cucc. Ilyenkor annyi teendőnk van, veszünk ilyen kavicsot tüzépre, elmegyünk ilyen kisebb szeműt, elkezdjük beletöltögetni. Ez olyan 4 forintban van amúgy kilója, viszünk egy vedret, szedünk, elhozzuk. Vagy szokták még kukorica szemmel is, de az nem olyan nehéz, mint ez. Majd feltöltjük nagyon picit vízzel, csak éppen, hogy a kavicsot ellepje, és elkezdjük rázogatni. Ugye még ebbe is vannak itt ilyen kis koszocskák. Mint látható, nem túl sokat tettem, de azért legyen. Most pedig jöhet rá a vizecske. Nem kell bele túl sok, hogy pont annyi kell, hogy épp hogy ellepje, hogy ugye ne a víz mozogjon, hanem a kő. És elkezdjük benne sikálni a köveket. És a végén majd kijöntjük. Most nem fárasztok senkit, de meg lehet nézni, hogy tisztul nagyon szépen. Miután minden tiszta, elkezdjük hordani a présbe a cuccot. Próbálom így. Lassan öntjük. Mutattam a speciális eszközöket, így, és oda folyik le. Először csak lassan, óvatosan. Miután már itt leülepedtek a dolgok, összeszereljük rá a prést, és elkezdjük így egyenletesen szépen forgatni a kart. Nem túl gyorsan, mert akkor itt a túl nyomástól itt ránk priccolódhat a cucc. Úgyhogy vigyázzunk, de aki csinált már ilyet, az gondolom már tapasztalta, aki nem, az annak meg szólok, hogy vigyázzon. Közben beköltözött hozzánk egy keresztes. Megpróbálok rá közelíteni, de nem tudok fókuszálni, egyszerűen nem megy. Úgyhogy itt próbál vadászni, de hát semmi nincs a hálójában, egy levelet fogod csak. Várjunk csak. Aha, ott van, ezt fogja beverni. Na, kíváncsi vagyok, meddig marad itt. Beleraktam már itt, hogy megnézzük, hogy mennyi lett az alkoholtartalma frissen kifort bornak, miután véget ért a zajos erjedés. 11 alatt van valamivel, úgyhogy olyan 10,8. Miután lepréseltük a borszit, ezután kiszedjük a darazsakat a cuccból, és beletöltjük egy ilyen műanyag flakonba, vagy akinek van az üvegbe, és itt is, itt 100 literenként, itt 5 g borként kell adni kísérőnek. Így fog kinézni, mikor már megtelt, majd ezt a kis levegőt is, ezt teljesen fel kell tölteni, hogy ne maradjon ott semmi, és egy kicsit ezt megnyitjuk, és levisszük a pincébe, vagy valami hideg, de fagymentes környezetbe, vagy egészen körülbelül 8 hétig ott tároljuk, mozgatás nélkül, és hetente meg kell nézni, hogy mennyi bor tűnt el úgymond belőle, és azt mindig után kell tölteni, hogy ne legyen nagy levegő mennyiség benne. Megromlani így nem fog, mindig termel annyi pici széndioxidot, hogy az kiszorítja onnan a levegőt, és a 8 hét után, karácsony előtt
körülbelül akkor lesz majd az első fejtés, mikor mozdulatlanul felhozzuk a pincébe, vagy a pincébe hagyjuk, és majd arról is csinálok videót. Kösz, hogy néztetek, sok sikert mindenkinek, megpóstoltam, amúgy nagyon finom lett, de még ugye nincs beérve rendesen, majd akkor lesz az új bor. Így december környékén, majd akkor lesz az igazi, de nagyon, nagyon jó lett. Úgyhogy Cabernet Sauvignon van benne, Medoc, Otello, ennek a három szőlőnek van benne a keveréke. És reméljük még az alkoholfoka emelkedni fog, cukrot soha nem rakok bele, nincs értelme most itt 1-2% alkoholfok emelés azért, hogy becukrozzam, meg fájjon utána a fejem, így legalább normál szőlőből van, nincs pancsolva. Kis borként az kap, az kell neki, és egy nagyon finom, egészséges bort kapunk a végén. Kösz, hogy figyeltetek, majd jelentkezek, ciao!